A matematika az egyik legrégibb tudomány. Már az ókori egyiptomiak is bonyolult számításokat végeztek a földterületek felosztásához, a sumérok az első és másodfokú egyenletek megoldási képletét kutatták, a görögök pedig lerakták a geometria és számelmélet alapjait. A matematika a középkori egyetemeken is fontos stúdium volt, és jelentősége a természettudományos világkép kialakulásával csak nőtt. Ma, a 21. században életünk szinte minden pillanatát átszövi. Azok az eszközök és szolgáltatások, amik segítik és kényelmesebbé teszik mindennapjainkat, nem működhetnének a matematikusok munkája nélkül. Gyerekkorom óta érdekelt a matematika, egészen kicsi korom óta nagyon szívesen gondolkodtam a mindenféle fejtörőkön, aztán később az igazi matematika feladatokon, és tulajdonképpen fokozatosan kerültem egyre közelebb ehhez a tudományához. A matematika az összefüggésektől érdekes, attól, hogy mindenre van magyarázat, és attól, hogy van esélyünk megtalálni ezeket a magyarázatokat. A matematikán belül gráfelmélettel foglalkozom, ami tulajdonképpen a hálózatok tulajdonságait írja le, és ezen belül most információküldési algoritmusokat kutatunk. A matematikus kutatásokat folytat, fejleszti vagy bővíti a matematikai fogalmakat, elméleteket és megoldási technikákat. Tudását és az algoritmusokat természettudományoktól a gazdasági életen át a társadalom kutatásig sokfelé kamatoztatja. Elméleteket készít és bizonyítja, vagy megcáfolja a feltételezett összefüggéseket. A matematikában ugyanis egy sejtés cáfolata épp oly értékes lehet, mint a bizonyítása, mert segít lezárni a tudományos zsákutcákat. A matematikus munkája sokrétű, az elméleti matematikus tisztán matematikai problémákkal foglalkozik. Ezek olykor egyszerűen megfogalmazható feladatok, megoldásukon mégis évszázadok óta gondolkodnak a legnagyobb koponyák. Az egyik leghíresebb ilyen probléma az Iker-prím sejtés. Iker-prímeknek nevezzük azokat a prímszámpárokat, amelyek csak kettővel térnek el egymástól. Ilyen például a 3 és az 5, a 11 és a 13, vagy a 17 és a 19. Vajon végtelen sok Iker prím van? Az ógörög Euklidész sejtése szerint igen. Ezt azonban 2300 év óta senkinek sem sikerült bebizonyítania és cáfolnia sem. Akinek van kedve, már is elkezdheti rajta törni a fejét. Van ez a belső igény, hogy megcsinálunk valamit, bebizonyítunk valamit, az újabb kérdéseket vet föl, és van egy külső impulzus, legújabban éppenséggel a biológia, a bioinformatika az, amely egy csomó kérdést megfogalmaz a matematika felé. Na most ez egy irány, amikor a tudományban használják, és egy másik irány, amikor a mindennapi életnek, azt kell mondani, hogy az ezer területén jönnek elő matematikai kérdések. De nem csak elvont problémák foglalkoztatják a matematikusokat, hanem az élet más területein felvetődő gyakorlati feladatok is. A biztosítási matematikusok dolgozzák ki azokat a modelleket, amelyek lehetővé teszik a nyugdíj- és életbiztosítási rendszer fenntartható működését. Matematikai modellekre a gazdasági életben is szükség van, és a vállalati döntéseket is ilyenek segítik. A stratégiai döntéseket megalapozó játékelmélet alapjait egyébként egy magyar matematikus, Neumann János fektette le. Az informatika szintén sok feladatot ad a matematikusoknak. Az internetes keresők nem működhetnének azok nélkül a fejlett algoritmusok nélkül, amelyek lehetővé teszik a világháló adattengerének gyors és hatékony átfésülését. A matematikusok az orvosdiagnosztikában is részt vesznek. Olyan számítógépes módszereket dolgoznak ki, amelyek segítségével az orvos a leletekből pontosabban következtethet a beteg állapotára. Ma már a matematikus számára nélkülözhetetlen eszközzé váltak a számítógépek, de a legfőbb eszköze mégis a papír és a ceruza maradt. Sőt, a régi görögöknek még ez se kellett, ők a homokba rajzolgatva oldottak meg bonyolult geometriai problémákat. Ezt tette a nagy Archimédész is, mikor egy római légionárius beletrappolt a rajzába, mire a tudós csupán arra kérte, ne zavard a köreimet, de a katona ledöfte. Régebben a közös cikk az nagyon ritka volt. Kutatók, matematikusok egyedül dolgoztak, manapság ez egy csoportos tevékenységé vált. Az informatika révén lehetőség nyílik arra is, hogy japán kollégával, akár e-mailben, akár Skype-on gondolatokat tudunk cserélni valós időben. A matematikus munkája komoly szellemi kihívást jelent. E szakma műveléséhez nagy figyelemösszpontosításra, a felmerült feladatok pontos megértésére, logikus gondolkodásra és szívós kitartásra van szükség.
a jó probléma megoldó képesség és a kreativitás, valamint a korszerű számítógépes technológiák használatának képessége szintén nélkülözhetetlen. Matematikát csak akkor lehet és csak azt tud csinálni, akit izgat a kérdés. Ha egy kérdés nem izgat, akkor mondhatnak nekem akármit, hogy szorgalmas legyek, fontos, csináljam, nem működik. A matematikus az egyik legstresszmentesebb foglalkozás, különösen, ha a kutatási területen dolgozik valaki. A számítógép használat azonban megterhelheti a szemet, az ülő munkából adódó testhelyzet pedig gerinc problémákat okozhat, de legnagyobb ellenségük mégiscsak a mentális kimerültség lehet. A matematikusok intenzív gondolkodásával együtt jár az elvonulás, ami hosszabb távon elszigetelődéshez vezethet. Andrew Wiles például több évre bezárkózott, amíg a nagy Fermat-tétel bizonyításán dolgozott. Természetes az, hogy egy egésznapos munka után, amikor az ember hosszú órákon át gondolkodik, akkor egy idő után már nem olyan tempóval születnek az új gondolatok, és ilyenkor szükség van valamilyen rekreációra. A matematikus munkájához különösebb egészségügyi követelmények nem szükségesek, mint ahogy más irodai munka esetében sem. A munkakör átszervezésével mozgás, látás és hallássérültek számára is lehetővé válhat a feladatok jelentős részének elvégzése, de a szellemi kihívásoknak maximálisan meg kell felelni. A megfeszített szellemi munka idegi fáradtsághoz és mentális kimerültséghez vezethet, amit az aktív pihenés, a sport és a kreatív tevékenységek orvosolhatnak. Nem véletlen, hogy a matematikusok közt sok a zenerajongó. A 19. századi lángelme Bolyai János például kiválóan hegedült. Feltöltődésnek az egyik leggyakoribb formája az a zenélés. Nagyon sok matematikus szereti a zenét, nem véletlen, hogy már évtizedek óta minden tavasszal megrendezik itt az ELT-n a matematikus hangversenyt, és néhány éve már matematikus kórus is működik az egyetemen. A matematikus képzés egyetemen folyik, ahol a felvételhez érettségi és kiváló matematikai tudás szükséges. Nem is csoda, hiszen például az ELTE matematika tanszékét a világ 200 legrangosabb intézménye között tartják számon. Pályaalkalmassági vizsga az alapképzési szakon nincs, de a tanárképzési szakon már előírhatnak ilyet. A matematikusi alapdiplomát egyetemi képzés keretében alapszakon lehet megszerezni. A tanulmányok ezután mesterképzési szakon folytathatók, melynek végén a hallgatók matematikusi, alkalmazott matematikus, illetve biztosítási és pénzügyi matematikusi diplomát kapnak. A legtehetségesebb hallgatók ezután doktori képzésben is részt vehetnek. A végzett matematikusok biztosítási, elemző, kutató és programozó matematikusi munkakörben helyezkedhetnek el. De a rokon szakmák területén is van keresnivalójuk. Egy jó matematikus továbbképzéssel informatikai programtervező vagy statisztikusi munkakört is elláthat. A matematikus havi bruttó átlagos jövedelme 270 ezer és 530 ezer forint között mozog. A diplomás matematikusok tehát magas jövedelemre számíthatnak, és a versenyszférában elhelyezkedők átlagkeresete még ennél is magasabb lehet. Számomra igazán érdekes kérdések azok, amelyek az alkalmazásban és elméletben egyaránt fontosak és érdekesek. Legjobban annak örülnék, hogyha mind a két területhez kapcsolódó kérdéseken sikerül előre jutnom. A matematika az egyik legrangosabb tudományág, még ha Nobel-díjat nem is adnak rá. Ennek oka a legenda szerint az, hogy Alfred Nobel felesége félrelépett egy matematikussal, és Nobel megorrolta a jeles disziplina képviselőire. Ebből azonban egy szó sem igaz, már csak azért sem, mert Nobelnek nem volt felesége. A gyakorlatias gondolkodású Nobel valójában az emberiség számára kiemelkedően hasznos tudományokat akarta díjazni, és a matematikát nem ítélte ilyennek. Mára a matematika sokszorosan bizonyította ennek az ellenkezőjét, és ennek elismerésére 2003-ban megalapították az Abel-díjat, amellyel mára már két magyar matematikust is kitüntettek. Csak azoknak ajánlom. Szigorúan csak azoknak ajánlom, akiknek örömet okoz az, hogy törik a fejüket. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.